Vloggerkednél, de nincs mivel? Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsor támogatta a kocsiguru.hu. Hát, Madárcsa Csergő, szép jó napot kívánok mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsó Time. Még mielőtt bármiben is belekezdenénk, szeretném, hogyha feliratkoznál. Nyilván már megtetted, de ha mégsem, akkor ott a kis gomb alul, tehát tessék feliratkozni, és állíts be a kis csengőt, jó ember, hát csak akkor kapsz értesítést a videókról, te meg jössz itt nekem, érted, panaszkodni, de nem is láttam az új videódat, mert nem nyomtál kis csengőt, meg milyen az már, érted, nézem, hogy kik nézik a videóimat, és én 50-50 arányban vannak, akik nem feliratkozottak. Ne haragudj, moziba is bemész egy nélkül? Na ugye? Úgyhogy tessék szépen feliratkozni, meg nyomni a kis csengőt, mert dübe jövök. Na hát ezen a héten tulajdonképpen nagyon-nagyon mozgalmasan telt a csatorna élete, meg az én életem is. A legeslegmélyéről, egészen a bugyrokból megpróbáltunk olyan magaslatokba törni, hogy már tulajdonképpen jótékonykodunk is, és egy nagyon fontos dologra igyekszünk felhívni a figyelmet. Ugye az előző videóban már nekiszegeztem a kérdést a szülőknek, az influencer közvetítő cégeknek, illetve a különböző cégeknek, akik a különböző influencerekkel reklámoznak, hogy vajon ők hol vannak, és ők mennyire veszik ki a részüket abból, hogy a gyereküket egyébként erőszakra, testi, lelki abúzusra sarkalják az interneten, és hogy tudja vajon a szülő, hogy a gyerek mit néz, tudja a cég, hogy akikkel reklámoz, ők egyébként ebben részt vállalnak, és hogy az influencer közvetítő cégek pedig egyébként hol vannak ilyenkor, és hát az influencereknek is feltettem a kérdést, hogy ebben a témában ugye miért nem szólalunk fel, lehet, hogy nem hoz annyi lájkot, de azért talán érdemes. Hát azt a címet választottam, amit a legtöbben mondanak most erre a témára, hogy jaj, mert a Biolex biztos homofób, meg a Biolex biztos meleg. Mert hogy történt az, hogy múlt héten a fegyverrel hadonászott a TikTokon, és letiltották a videóját, és ő erre felszívta magát, és kitett egy olyan posztot, vagy kitett egy olyan sztorit, idézem. 11 éves gyerekek, bezeg, amikor a 11 éves gyerekek coming out-olnak, kisfiúk lánynak költöznek, és ezt posztolják óránként, az ugye nem baj. Na most kezdjük a leges legelején, én még olyat nem láttam, hogy valaki elő odáll, valaki és coming out-ol, és belehal. Olyan már azért volt, hogy valakit lelőttek fegyverrel, és fölrúgta a vödröt, tehát azért maradjunk annyiba, hogy ilyen szempontból érthető, és nyilván nincs minden lakásban ott egy TikTokman, hogy megnézze a tárat, hogy most ez egy töltetlen gázpisztoly, oké, ezzel lehet játszani, úgyhogy eleve az összehasonlítást nem értem. Kezdjük ott. Te most azért kattintottál ide, hogy majd én Biolexről szaftos, mit tudom én, homoerotikus történeteket fogok megosztani, akkor nyugodtan menjél is egy másik trash csatornára, mert ilyen nem fog történni. Többek között azért, mert nem is tudok, ha meg tudnék, sem mondanám el, mert ez abszolút az ő dolga lenne. Én a legjobb tudomásom szerint úgy tudom, hogy ő nem meleg, és ezt a kolléganőim is megerősítették. Azt meg, hogy homofób, ő azt mondja magáról, hogy nem, sőt az egyik legjobb, hanem a legjobb barátja maga is meleg. Én amikor az Alexszel együtt dolgoztam, igaz csak közvetve, soha nem tapasztaltam rajta azt, hogy ő homofób lenne. Én inkább azt mondanám, hogy az Alex így nagy csokorban mindenkit utált. Tehát, hogyha valamit mégis mondani kéne rá, akkor az, hogy ő egyformán talán mindenkit utál, nem utálja a melegeket, vagy akármi. Tehát ő így nem tudom, nem az a... Hogy mondjam, tehát nem az az ölelgető, simogatós, kedves, aranyos ember, de figyelj, talán ez neki az imidzséhez is hozzátartozik, így tűnik, hogy is mondjam, sokkal nagyobb férfinak. És egyébként abban meg igazatok van, hogyha mondjuk azt mondod, hogy mondj egy férfi ideált, akkor valószínűleg nem a Biolex fog először eszedbe jutni. Egyébként meg kinek mi, de ettől függetlenül még valaki nem néz ki úgy, mint a Hulk, attól még nem biztos, hogy meleg. Tehát, hogy meg attól, mert valaki művész, még egyáltalán nem biztos, hogy meleg. Tehát, hogy igen. Egyébként a zenét szeretem, és azt gondolom, hogy egy zenei alkimista, mert egyébként amilyen zenéket csinál, amihez hozzányúl, függetlenül attól, hogy tud-e énekelni, vagy nem, manapság meg nem kell tudni énekelni, érted? De hogy attól függetlenül egész jó korrekt zenéket csinál, van mondani valója, és itt most ne kezd el, jaj, jön a kedvesem, mert azóta neki azért nagyon sok kis lemeze legördült arról a bizonyos szalagról, úgyhogy azt gondolom, hogy Alex nem egy rossz szakember, és azt gondolom, önmagában nem is egy rossz ember. Az viszont, hogy szarul és pöcsül fogalmazott, az vitán felül áll. Tehát így fogalmazni, és pláne úgy, hogy ugye ekkora követőtáborra rendelkezik, és erről beszélek mindig, hogyha valaki ilyen követőtáborra rendelkezik, akkor kétszer meg kell gondolni, mit ír ki, mit tesz ki, és mit mond el. És hát Alex ezt egyszer se gondolta meg, és hát azért többször már láttuk, hogy ő azért tud elég heves lenni, és eléggé meggondolatlan.
kérdezem én, hogy hol állnak ilyenkor a menedzserek, nem tudom, kommunikációs szakemberek, ugye Sobert Norbinak is azért elég durván megtörte a kis karrierjét, azt, hogy a döngölő lábbal jellemezte a női társadalmat. Azért, mert ő is pöcsül fogalmazott. Az egy más kérdés egyébként, hogy ő most már azért évek óta bebizonyítja, hogy tényleg egy pöcs. Ugyanakkor a Bay Alex viszont tényleg, tehát hogy lehet, hogy sok rossz tulajdonsága van, de nem gondolom, hogy homofób, sőt, ugye egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon-nagyon trendy, up-to-date problémára hívta fel a figyelmet, hogy a TikTokon tulajdonképpen a 11-12 évesek bármit csinálnak. És az Alex most csak azt mondta, hogy coming out-olnak. Figyelj, lehet valaki 12 évesen meleg. Én 12 évesen jöttem rá arra, hogy a fiúkhoz vonzódom. Én 12 évesen a napnál is világosabb volt, és soha nem lesz barátnőm, soha nem lesz feleségem. Tudtam. Egyszerűen ránéztem egy lányra, és pont azt éreztem, mintha ránéztem volna egy étkező asztalra, vagy ránéztem volna egy tálaló szekrényre. Pont annyi szexuális indítatás, vagy bármilyen nemű indítatás érkezett. Szép, hosszú van, gyönyörű teremtés koronái, de jó illata van, akármi, legyünk barátnők. Ennyi, ami eszembe jutott egy lányról. Még egy fiú esetében nyilván nem ez volt, 12 évesen. Ez nálam már a napnál is világos, pontosan tudtam. Sőt, nekem már óvodában is egyébként fiú szerelmem volt, tehát hogy 12 évesen valaki egyébként coming out-olhat. De semmiképp se a TikTokon. Tehát, hogy egyébként meg bármilyen szexuális jellegű dolgot 12 évesen, sem fiú-lányjal, fiú-fiúval, lány, senki ne csináljon 12 évesen a TikTok. 12 évesen tudod, mi a feladatod? Hogy eldönts, hogy a zöldalmás, vagy a kóla ízű gumicukrot egyed. Vagy hogy a PlayStation, vagy az Xbox, ugye most az a trendi. Tehát ezeket kell rendőd 12 évesen neked, és nyilván ez nem a gyerek hibája, mert ő azt látja, hogy az a trendi, hogy ő, akiket követ, ugye előző videóimban szó volt már erről, csúnyán beszélnek, kibeszélik a szexuális életüket, stb. És azt gondolják, hogy ez a menő, hogy ők ezt mondják. Legtöbbjük nyilván puncit nem látott meg, még kukit nem látott a sajátokon kívül életükbe, csak ezt mondják. És ebben viszont igaza van az Alexnak, hogy hol vannak a szülők ilyenkor. Az, hogy kisfiúk, lányok költöznek ilyen idős korukba, most ez is egy kétes, ugyanúgy, ahogy meleg is lehetsz 12 évesen, ugyanúgy transzexuálisnak is érezheted magad 12 évesen, de ezt nyilván nem egyedül kell a szobádban tudni megoldani, hanem ennek is ott kell lenni a szülőnek, és tudnia kell azt, hogy akkor most mi van a gyerekkel, elvinni orvoshoz, elvinni őt kezelésre, elindítani ugye a tranzíciónak a folyamatát. Tehát, hogy azért ebben mind igazságokat mondott Alex, és nagyon sokan beleálltak, hogy ugye Steiner Kristóf egészen odáig ment, hogy ő már az RTL-el csatornával is összekötötte. Én nem nyilatkoztatok az RTL nevébe, de gondoljátok el, hogy mennyire toleráns lehet az a csatorna, hogyha én ott dolgozok, és engem elviselnek a kollégáim, higgyétek el, nagy meló. Úgyhogy eléggé toleráns a csatorna, és biztosak lehettek benne, hogy egy nyíltan homofób, bármilyen szélsőséges nézeteket valló ember, én azt gondolom, hogy az RTL képernyői nem férne meg. Úgyhogy az Alex az egyáltalán nem, meg ugye el is távolította utána a posztot, gondolom meg. Jöttek a kommunikációs szakemberek, vagy valaki rákoppintott a fejére az RTL-től, hogy hé, nálunk ez nem menő, tesó, álljál, leszed le. Aztán ugye voltak még privát üzenetek, ahol az Alex jobban kifejtette, és egyébként, ha azt elolvasod, és csak azt nagyon szárazon nézed, akkor tényleg gondolhatod azt, hogy az Alex homofób, de igazából itt sem talán azzal volt neki a problémája, hogy melegek, vagy leszbikusok, meg akármi, és amit nagyon hülyén fogalmazott meg, és hozzáteszem egyébként, ezek privát üzenetek, amik egyébként nem ildomos, hogy kikerültek, tehát ezt valakinek privátba írta az Alex, és nem is kéne egyébként magyarázkodnia ezekről az üzenetekről, de hogy nagyon sokan elküldtétek, ezért elmondom erről is, hogy én mit gondolok, hogy abban az Alex leírta, hogy majd ez fogja meghatározni, vagy ez egy bizonyos irányba elvisz valakit. Na, ha én 12 évesen hetero férfi és női párosokat látok a folyamatosan csókolózni az interneten, akkor se lettem volna hetero. Tehát, hogy az Alex ebben butaságot mondott, a szexuális identitás, én azt gondolom, hogy nem befolyásolható, vagy hogyha befolyásolható, akkor csak megerősíteni tud egy már egyébként kialakult állapotot. Tehát, hogy de olyan nincs, hogy én most akkor, hogyha nekem folyamatosan hetero szexet, meg hetero csókolózást mutogattok, akkor én egyik pillanatra másikra dobom Patrikot és felszedem Marikát. Tehát, hogy nincs ilyen. Ebben butaságot mondott az Alex, és higgyétek el, tapasztalat. Tudom, hogy miről beszélek.
nincsen olyan pszichoterápia, nincsen olyan átnevelő tábor, ami ezt meg tudja benned változtatni. Nagyon sokan, higgyétek el, ha lenne egy ilyen tabletta, vagy lenne egy ilyen módszer, azt mondtuk volna, vagy azt mondanánk életünk során, hogy oké, ezt megcsinálom, mert nem, egyébként melegnek lenni egyáltalán nem könnyű. Tehát, hogy ne gondoljátok azt, hogy könnyű. Önmagától senki nem választaná ezt. Ez tudod, kicsit olyan, mint amikor a Harry Potter és a tűz serlegébe azt mondják, hogy te dobtad a neved a serlegbe, és utána Ron rájön, hogy magadtól ez biztos, hogy nem akartad magadnak, mikor a sárkány ugye már majdnem megeszi. Tehát, hogy ez egyáltalán nem így van, és egyébként azt az üzenetet nézve tényleg az Alexnek egy kicsit homofóbnak tűnhet a megnyilvánulása, de azért a homofóbia az más, higgyétek el, hogy ez merőben más. Rosszul fogalmazott, fura, hogy ez emiatt egyébként nem kért elnézést, de hát ő nem az elnézést kérő típus. Minden esetre, amit ő fölvázolt problémát, és most nagyon, nagyon sok melegnél láttam ki, vagy így by Alex, úgy by Alex, ne legyünk már ennyire önérzetesek, oké, vagyunk, de ne legyünk már ennyire önérzetesek, léci. Tehát, hogy ő egy teljesen létező problémáról beszélt. Az, hogy így, az nem, az gáz, de tudjuk, hogy ahogy ő is szoktam mondani, egy sutyó, tehát, hogy most érted, mit várunk tőle, bár egyébként szerint azt gondolom, hogy a képességei meglennének arra, hogy tudjon normálisan és érthetően fogalmazni, meg hogy privát üzenetbe írta, és ezek kerültek ki, én ezt sem szeretem egyébként, ettől függetlenül mégis a Bajalex felelősséggel tartozik a követő iránt, és a Bajalex követői is egyébként nagy számban fiatalok, és hogyha ő mondjuk azt gondolja, hogy befolyásolható a szexuális identitás, vagy ő mondjuk azt gondolja, hogy a gyerekek, nem tudom, ne coming out-oljanak 11-12 évesen, akkor az baj van. De a gyerek az coming out-oljon, beszélje meg a szüleivel, de semmiképp se az interneten, mert nem csak egyébként egy melegnek a magánélete, a szexuális élete, a szexuális szokásai nem tartozik az internetre, hanem egy heteroszexuálisnak sem. És itt most azt gondolom, hogy talán igen, az, hogy ki volt emelve, vagy itt konkrétan az azonos neműekről szól ez a buli, az nem annyira oké, de mint ezerszer mondtam már a videóban, ez egy létező probléma, és ha szülő vagy, akkor ez a te felelősséged, és örülök, hogy ha ilyen módon is, és hogy most az a Bajalexet egy kicsit, nem tudom, így elkanapálja a köznét, akkor legalább így eljut hozzád ez a dolog. Egyébként meg volt egy üzenet, amiben azt mondta az Alex, hogy az identitás zavar az több rémálmat okoz, mint egy horrorfilm. Egyébként ebben van valami, bár én nem szeretem egyébként identitás zavarnak nevezni ezt. Az én identitásomban nincsen semmi zavar, én szeretek, szerelmes vagyok egy fiúba, beleélek már 5 éve, eljegyeztem, közös háztartásban, közösen neveljük a fogyatékos kutyánkat, Dezsőt, aki egyébként szerintem biztos, hogy fogyatékos, de mindegy, együtt építjük a kis életünket, szimbiózisban élünk, és igyekszünk megpróbáltatásoknak eleget tenni, tehát én nem szeretem ezt zavarnak nevezni, mert a mi életünkben például nincsen semmiféle zavar, de egyébként vannak olyan helyzetek, amikor valóban sok zavart okoz. Na, 100 szónak is egy a vége. Az a lényeg, hogy most azért ne kövezzük meg a Bajalexot. Igen, sutyón fogalmazott, igen, volt teljesen nagy blödség is abban, amit ő mondott. Ettől függetlenül viszont egy valós problémára világított rá, és hogyha most nem az menne mindenkiben, hogy azért, mert a Bajalex homofób, meg a Bajalex is biztos buzi, hanem mondjuk átlátnánk ezen a dolgon, és oké, a Bajalex egy pöcs volt, de egyébként meg gyere már ide, kisfiam, hagyd nézzem már meg, hogy te mit csinálsz a TikTokon, és akkor meglátnánk azt tényleg, hogy 11-12 évesen ő is kisminkeli magát, mert azt látja, hogy ez a menő, vagy ami a legújabb trend, hogy nem is melegek a srácok, csak elkezdenek csókolózni, és akkor ott állnak egymással a tizen, és akkor ez a challenge, hogy két fiú megcsókolja egymást. Na most erről is elmondanám, hogy rengetegen lettek öngyilkosok amiatt az elmúlt 100 évben, vagy rengeteget embert öltek meg amiatt az elmúlt 100 évben, mert megcsókolta, vagy mert nem csókolhatta meg azt, akit szeret, mert azonos nemű. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ez egy kicsit olyan dolog, mint most látom, hogy mindenki ilyen szétütött arcra festi magát, és valamiért nekem mindig az jön szembe, lehet egyébként, hogy ez pont ez a kampány cél, és most egy butaságot beszélek, nem tudom, ez milyen challenge, amikor ott állnak és lefotózzák magukat, mint egy ilyen rendőrségi képen, és szét vannak verve, és amikor szép arcú lányok ilyen lila foltokat festenek magukra, valamiért mindig az jut eszembe, hogy
hogy hány olyan nő van, akit tényleg úgy megvertek, hogy így néz ki, és valaki ebből csinál most challenge-et, de lehet, hogy pont erre hívja fel a figyelmet, és akkor viszont megkövetem, és akkor pedig tök jó, csak legyen akkor hozzá egy leírás, hogy lássák a lurkók, hogy ez mire jó. Na, megint többet beszéltem egyébként, mint kellett volna. Jövő héten, ja, és bocsánat, elmaradt ezen a héten a tájszólás, de nézzétek el, tényleg nagyon-nagyon sok dolgom volt. Nem szaporítom tovább a szót, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Vagyok, úgyhogy nyugodtan tessék feliratkozni, szép számmal. Lehet, hogy hetente egyszer fogok live-ozni, mert nagyon tetszett nektek a tegnapi live. Ez mondjuk a ti véleménynek. Nekem is egyébként tetszett, nekem még fura volt, szokatlan. Öreg vagyok, bácsi vagyok, tudjátok, nekem szoknom kell az új technikákat. Na! Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Iratkozzál fel, nyomjál kis csengőt, kövessél be az Instagramon. Jó hétvégét mindenkinek, és maradjatok otthon. Írjátok le egyébként a véleményeteket a témával kapcsolatban, és azt is, hogyha mondjuk van olyan téma, amiről szeretnétek látni videót. Sziasztok!